Kis Tarcsán évek óta több száz nyugdíjas korú jelentkezik az idősek világnapja alkalmából a Csigaházba szervezett rendezvényre. A nagy érdeklődésre való tekintettel az eseményt a Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ munkatársai két időpontban, október 6-án és 13-án is megrendezték. Az Alapszolgáltatási Központ a mai napon, illetve a jövő hét folyamán, szintén csütörtöki napon az idősek világnapja alkalmából tart rendezvényt, ami gyakorlatilag az idősek köszöntésére irányul, és ezt programokkal, illetve fellépőkkel is próbáljuk egy picit nívóssá, színvonalassá tenni. Gyakorlatilag itt az előadók az idősek közül kerülnek ki, hiszen kistarcsai születésűek, két népdalkörünk is van, és ők szívvel, lélekkel vesznek részt a rendezvényen. És gyakorlatilag nem csak a világnapja kapcsán gyűlnek össze, hanem havonta megrendezésre kerül egy hasonló program, ami szintén évek óta működik már a városban, és ezt a hagyományt szeretnénk továbbra is megőrizni. Minden év október 1-én bolygón különböző országaiban rendezvényekkel ünneplik meg az idősek világnapját. Hazánkban is különféle programokkal köszöntik fel őket. A hagyomány két évtizedre nyúlik vissza. Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először a programot, ezzel kívánva megemlékezni a Földünkön élő körülbelül 600 millió idős emberről. Önöket pedig a mai napon ebből az alkalomból Juhász István fogja köszönteni. Tisztelt vendégeink! Sokat hallunk az úgynevezett primitív vagy törzsi társadalmakról, hajlamosak vagyunk jóindulatú vagy éppen kissé fensőséges mosollyal szemlélni őket. Pedig bizony a gondoskodás az idősekkel való bánásmód terén igenis sokat tanulhatnánk tőlük. Nekik soha nem jutna eszükbe, hogy magukra hagyják a munkában megfáradt, betegségbe beletörődött idős családtagjaikat, rokonaikat. Természetes számukra, hogy nagyszüleiket a családban maradva gondozzák, hogy a gyerekeket az idősek iránti tiszteletre, szeretetre neveljék. Müller Péter írásában olvasható, ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradtságos életükkel kiérdemelték, nem is abban a józan előrelátásban, hogy egyszer én is öreg leszek, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, és az öreg ember óriási élettapasztalatával olyan értéket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára is érték volt. Az öreg ember nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték, nem azt nézték, milyen múlandó a test, hanem hogy ki lakik benne. Nekünk is ezt kell megtanulnunk, hogy meglássuk mindenkiben a lelket, az értéket, hogy becsülni tudjuk mindazt, amit a másik az élete során tett. Kedves szépkorúak! Őszinte szívvel kívánom, hogy az önök felé fordulás, a szeretet, a figyelem ne csupán ezen a napon adassék meg az önök számára. A szeretet nem anyagi lehetőség függvénye, ahogyan a törődés, az odafigyelés sem. Kívánom, hogy minden napjukat aranyozza be valami, amire szívesen gondolnak vissza, amikor este álomra hajtják a fejüket, ami erőt ad a nehezebb, betegebb napokat is elviselni. Kívánok szerető gyerekeket, vidám unokákat, egészséges napokat, törődés mindannyiuknak. Fogadják szeretettel önkormányzatunk ajándékát, a hamarosan következő műsort, és utána a szerény vendéglátást. A legnagyobb ajándék, tudod mi? László Mária versét Molnár Andrásné szavalta el. A legnagyobb ajándék, tudod mi? Derű szívvel megöregedni. Ha szíved szomorú, és valami fáj, öreg napjaidba se add fel, ha boldogság önt el csak egy percre, ne legyél bús reményvesztett, tanuld meg csöndben viselni a kereszted. Ha számodra a jóked, csak nagyon ritka vendég, iridlés nélkül nézd végig mások szorgos tevékenységét. Ha fáj és nehéz
ti erős voltál régen, hagyd, hogy gondodat mások viseljék. Elviselni csöndesen, szépen, hogy többre már nincs erőd, nem vagy oly erős, mint azelőtt. Ez csak a végső csiszolás, az öreg szívnek semmi más. Ez volt fel minden köteléket, ha e világ fogva tart téged. Az Úr nem szűnt meg tanítani, azért még az életben sok harcot kell megvédni. Vénülő korban még csendesen a szív assugja, majd az Úrban megpihen. S egykor lelked kegyelmes atya a legszebb munkát is megadja, kezed imára kulcsolod, ez számodra a legdicsőbb dolog. Áldást kérve szeretteidre, körületed élő nagyra és picinyekre. És ha életed munkája betelt, a végső óra is elközelgett, engedj az égi hívásnak, szíved válaszol, Uram, jöjj, enyém vagy, el nem bocsájtlak. A kistarcsai szeretett dalkör az idősek világnapját ünneplő szépkorúaknak egy dalcsokrot hozott ajándékba. Aki énekelni szeret, csak boldog lehet, gyere énekelj velünk. Mert az élet akkor szép, ha messze száll a dal, egyelő esélyed fújja öreg fiatal. Mondjuk bátran, hogy az égig jusson énekünk, gyere énekelj velünk. Ha a napod rosszul indul, bármi feltavar, körülötted nincsen béke, nagy az űrzavar. Feszültséged oldására tud, hogy itt a dal, gyere énekelj velünk. Hogyha otthon négy fal között csendes a szobád, és az élet gondja baja nehezedik rád, tárd ki gyorsan ablakot, mi gyorsan ott leszünk, gyere énekelj velünk. Most, hogy újra itt vagyunk és ünnepelhetünk, igaz szívvel azt köszönjük, a kedves nekünk. Boldogságot, reménységet suval életünk, gyere énekelj velünk. Glóri, glóri, alleluja! Glory, glory, alleluja! Glory, glory, alleluja! Gyere énekelj velünk! A Rozmarin nyugdíjas dalkör férfi tagjai, majd az őket követő Tóth Sándorné népdalokat adtak elő. Sej a haj, ne fekszik a szél a bogja tövére, körül van az rózsafával ültetve, száz rózsafát könnyebb volna kivágni. Sej a haj, mint a tőled kis angyalom elválni. Sej, haj, vasárnapig nem találok szeretőt. Felszántatom a kis tarcsai temetőt, magamat is belevetem virágnak. Sej, haj, aki szeret, majd leszakít magának. Magamat is belevetem virágnak. Sej, haj, aki szeret, majd leszakít magának. Ha még egyszer 20 esztendős lehetnék, barna legény szeretője nem lennék,
barna legény, csábítója szerelme. Az visz engem a hideg sír fenekére. A szeretőm csipkés szélű szoknyája, megakadt a csipke bokor ágába. Csipke bokor, erezd el a hacacáré szoknyámat, meg akarom ölelni a babámat. Csipke bokor, erezd el a hacacáré szoknyámat, meg akarom ölelni a babámat. Az estnek sztár vendégei is voltak, ugyanis az Idősek Világnapja alkalmából a Kistarcsai Csigaházba ellátogatott a Paddő együttes. Színpadi produkciót követően egy finom vacsorával láttuk vendégül az időseket, és ezt követően este 8 óráig Smetana Andrea fogja produkciójával megörvendeztetni Kistarcsa időseit.